a Revansda Sport Egyesület elmúlt időszakáról és a jövőben várható eseményeiről kérdeztük Poján Gézát. A Revansda Sport Egyesület elmúlt időszakáról kérdezzük Poján Gézát, az Egyesület vezetőjét. Köszöntelek, beszéljünk egy kicsit az elmúlt időszakról, mik történtek nálatok az Egyesületnél. Köszöntelek benneteket. Hát elég sok eseményen vagyunk túl, nem is tudom, hogy hol kezdjem, talán haladjunk sorba. Ugye a csapatbajnoksággal szeretném kezdeni, mint tudjuk, ugye a másodosztályba indultunk idén is. Kettő forduló zajlott le idáig, ahol igazából nem igazán jött ki a jó játékunk, sőt azt mondanám, hogy szinte nem is tudtuk hozni a saját játékunkat. Igaz, hogy nagyon erős mezőny van már másodosztályba, de az a picike mindig hiányzott, amit mi hozzá tudtunk tenni, úgyhogy most július 15-én lesz a következő forduló. Hát itt nagyon jó lenne jó eredményt elérni, mert a csoportunkban most jelenleg az utolsó helyen állunk, úgyhogy még a kiesési zónába is ott lehetünk, úgyhogy most muszáj mindent összeszedni, úgyhogy megpróbáljuk a legjobb eredményt elérni majd most július 15-én fönt Pesten. Bízom benne, hogy a csapat úgy áll hozzá, meg olyan játékot tudunk majd hozni, hogy ez sikerülni fog. Ugye az MDL fordulók is ugyanúgy folytatódnak, ugye most pénteken is fogunk egyet rendezni, és még idén rendezünk, azt hiszem, ha jól emlékszem, 4 fordulót, ahova ti is ellátogattatok, úgyhogy ezek idáig teltházzal üzemeltek, 32 fő volt idáig. Hát azt tudni kell, hogy ugye nyáron azért, mint minden más sportnál itt is azért van egy kis holtidőszak, úgyhogy valószínű, hogy nem akkora létszámmal, de folyamatosan rendezik ezeket a versenyeket. Ezen kívül még, ami nekünk ugye a szívünk csücske, hogy próbáljuk ezt a sportot itt népszerűsíteni a városba, ezért ugye tavasszal elkezdtük ezt a nyílt edzéseket. Hát most örömmel mondhatom, hogy egy olyan 8-10 fő, egy kis kemény mag összejött, akik szeretnék ezt a sportot itt kipróbálni, és oda járnak edzeni, úgyhogy nagyon jó hangulatban telik az edzés. Én mindenkit bátorítok, hogyha van kedve, akkor látogasson meg bennünket, és ő is kipróbálhatja ezt a sportot. És ennek okán, ugye, hogy elkezdtük ezeket az edzéseket bevonni minél több embert itt, hogy játszon meg, minél többen kipróbálják. Ugye elkezdtük, 2 havonta rendezünk amatőr versenyt, ahol szintén olyan játékosok indulnak, akik most ismerkednek ebben a játékkal. Ugye 2 versenyt rendeztünk már. Most készülünk a harmadikra, ami június 24-én lesz az Onyxba, az edzőtermünkbe, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Aki úgy érzi, hogy ki szeretné próbálni, nyugodtan jöjjön el, még esetleg még nyilat is tudunk biztosítani számára, úgyhogy semmi akadálya, hogy kipróbálja. Ugye tábort is szerveztek ebben az évben, ez lesz már a harmadik táborotok. Mit tudhatunk róla, mikor lesz pontosan, és hol lehet jelentkezni? Hát igen, nagyon örülök, hogy idén is meg tudjuk szervezni a gyermektábort, gyermekdásztábort. Ez a időpontja augusztus 14-e hétfőtől 19-e péntekig. Onyxban lesz szintén, ott a termünkben lesz megtartva a tábor. Természetesen az előző évek programjaihoz igazodunk. Úgy vagyunk fel, hogy ami már bevált, azon nem nagyon szeretnénk változtatni. Persze rakunk hozzá még bizonyos programokat a gyerekeknek, de valószínű, hogy megint lesz úszoda látogatás, biciklistúra, természetesen a fő tevékenységünk a dárt, de ez mellett tudnak pingpongozni, csocsózni, és még csapatjátékokat is szoktunk játszani velük, úgyhogy valószínű, hogy ugyanennek a tematika alapján fog menni tovább a tábor, várunk minden jelentkezőt, hamarosan megjelenik a plakát, és akkor ott az elérhetőségen tudnak jelentkezni. Körmenetül ünnepelték az Úr napját, június 8-án Kisteleken. Antal Imre plébánost kérdeztük a rendezvényről. 11 stáción Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Csanytelek és Tömörkény mellett 3 közösség szabadtéri oltárán hordozták körbe az oltári szentséget. Úrnapja a katolikus egyház egyik fő ünnepe, az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Kisteleken, a Szent István Római Katolikus templomban június 8-án ünnepelték a környezeti településre érkező hívek.
A szentmisét követően a katolikus liturgia szerint ilyenkor körmenetre kerül sor. Szabadtéri oltárt alakított ki a járás hat települése, valamint Csanytelek és Tömörkény. Az egyházközösségek mellett az opusztaszeri iskolások, a kisteleki veteránmotorosok és a kertbarátok is egyes stációval készültek. Ugye első alkalommal rendeztek ilyen úrnapja rendezvényt itt Kisteleken. Hány település is vett részt rajta, és hogyan is jött ez az ötlet, hogy ilyet rendezzenek itt? Igen, ez egy régi vágyam volt, hogy ezen az ünnepen ezt megszervezzük, de valamiért, nem tudom miért, mégse mertem belekezdeni, vagy nem tudom. De most úgy döntöttem, hogy 6. haszakad, ezt megszervezzük. És akkor szóltam a közösségeknek, ők pedig nyitottak voltak rá, és amint láttuk, tényleg nagyon sokan el is jöttek. Ez az ünnep nem új keletű, hiszen ez egy nagyon régi ünnep, Krisztus szent testének és férjének ünnepe, népies nyelven úrnapjának nevezzük, és hát Jézus Krisztus ünnepeljük a kenyér és a bor színe alatt, aki az utolsó vacsorán hát örökül hagyta önmagát nekünk, és ehhez az ünnephez kapcsolódik egy ünnepélyes körmenet. A hagyomány szerint nem 11 oltár van, mint ahány most volt, hanem csak 4, de mivel 8 településről voltak itt, és a helyi kertbarátkör, meg veterán egyesület tagjai is vállalkoztak arra, hogy egy oltárt építenek, és az iskolából is jelentkeztek, hogy ők is szeretnének, ezért úgy döntöttem, hogy ahány oltár lesz, annyi lesz, és így lett 11 oltár, és hát nem is tudom, 1 óra alatt jártuk végig, de nagyon felemelő volt, és hát ennek az a célja, hogy egy picit elmélyítsük a kapcsolatunkat Jézussal, és hogy ne csak a templom falain belül, hanem azon kívül is imádkozzunk, és hát láttassuk magunkat. Nem azért, mert mi kik vagyunk, hanem azért, hogy mi nem csupán a templom falai között éljük a keresztény életünket, vagy valljuk meg a hitünket, hanem bárhol, kinn a téren, az utcán, bárhol, és ez most ennek egy nagyon jó lehetősége volt. Láttuk ugye hittanos gyerekeket is, több korosztályt is, úgyhogy ez egy jó kezdeményezés volt abban a szempontból is, hogy ezért összehozta több korosztályt is. Így van, mindenkit próbáltunk megszólítani, és én különösen örülök, hogyha a gyerekek, fiatalok is eljöttek, és ezt most valóban jó volt látni, hogy a gyerekek is itt voltak szüleikkel együtt, és nekem ez a legszebb élmény, hogy látom rajtuk az örömöt, látom rajtuk a lelkesedést, szépen énekeltek, szépen hangosan imádkoztak, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben a gyerek is lehet példa a szülő számára, hiszen a felnőttek sokszor úgy elvannak, nem igazán kapcsolódnak bele, de gyerekeiket látva, hallva, bízom benne, hogy ők is
kedvet kapnak ahhoz, hogy akár a templomban, akár otthon a családban, vagy bárhol, ahol imádkozni kell, akár egy temetésen is, hát hangosan tudjanak imádkozni és Istenhez fordulni. Ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy örültem a sok gyereknek. Így imádkozzunk a Balássai Egyházközségért, közösségért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. Biztonsági nappal egybekötött családi napot tartottak a Prismiánnál. Az ott dolgozókat kérdeztük. Biztonsági nappal egybekötött családi napot tartottak a Prismiánnál Kisteleken. A nap kezdetén csapatokba dolgozva több állomáson egy verseny keretén belül mérettették meg magukat a dolgozók, ahol több hasznos információt is megtanulhattak. A mai napon közel 300 kollega vesz részt az eseményen, ami az eddigiekhez összehasonlítva rekordlétszámnak tekinthető. Összesen 12 csapatra osztottuk a kollégákat, és összesen 12 állomáson fognak végigmenni. Mindegyik állomás valamennyire kapcsolódik a munkabiztonsághoz, illetve az egészségmegőrzéshez. Próbáljuk interaktív módon megismertetni a kollégákkal ezeknek a fontosságát. Természetesen minden egyes csapat a pontozásban részesül, és a végén pedig a pontok alapján megversenyeztetjük őket. A legjobb három csapat pedig értékes nyereményekkel gazdagodik, amely kapcsolódik a munkabiztonsághoz, illetve az egészségmegőrzéshez. Munkabiztonságnak a fejlesztése az közös érdekünk itt a gyárban, ezért is szervezzük már sokadik alkalommal ezt a munkabiztonság napját, ami az idei évben különlegesebb lesz egy fokkal, mint az előző években, hiszen a munkabiztonság napja után megszervezzük a családi napunkat is. A munkabiztonság napján a feladatokat úgy válogattuk össze a gépkezelőknek és a karbantartó csapatnak is, hogy a normál munkájuk során található feladatokkal szembesüljenek, és az ott esetlegesen kialakulható például vészhelyzetekkel kerüljenek szembe, mint például a tűzoltás. Az én állomásom az pont a tűzoltáshoz kapcsolódik, itt oltunk tálcatüzet, illetve van bukócélra lövés is. Kettő csapat vesz részt egyszerre ezen az állomáson, és itt pontozzuk őket. Mi állomásunkon a 6S állomás nevet adtuk, mert mi a 6S-sel foglalkozunk. 6S-be tartozik a szortírozás, a rendpakolás, bejött hozzá a 6S a biztonság, aztán a takarítás, a standardizáció és annak fenntartása. És ezt próbáljuk elmondani a munkavállalóinknak játékos feladatokkal egybe kötve. A munkavállalóink nem csak elméleti, hanem gyakorlati feladatokat is végrehajtanak. Elméletben először is elmondjuk, hogy a 6S-nek mi a lényege, és utána ők egy kártya pakliból kihúzgálnak különböző variációkat, és eldöntik, hogy tényleg a 6S rendszer elemei avagy sem. És a gyakorlati részben pedig szét kell válogatniuk a hulladékot a megbeszéltek szerint, szelektálniuk kell, és a megfelelő helyre messziről beledobni, tehát egy ügyességi feladat is tartozik a szortírozás mellé. Ez alapján állítjuk össze Gyűrűval azt a pontszámot, amit végül a csapattagok megkapnak. És bízunk benne, hogy a végén mindegyik csapatnál elmondjuk, hogy talán ők lesznek a győztesek. És ez mellett még hozzáteszünk egy plusz pontot, amelyet a csapat egybedolgozása, illetve a csapat szellemnek az emelésére szolgál, egy közös játékot, és ami plusz pontot tudnak kapni. A mi állomásunk az a környezetvédelmi állomás, ez így az első gyakorlatilag a Safety Day-nek a történetében, korábban nem volt külön ilyen állomásunk, úgyhogy két feladattal is készültünk. Itt a kollégáknak az első az egy keresztrejtvény, ahol a gyárral kapcsolatos sorokban kell megoldani a különböző feladatokat, illetve maga a megfejtés pedig a környezetvédelemmel kapcsolatos. A másik feladatunk pedig egy ökoháznak a rajza gyakorlatilag, ahol 5 különböző feladatot kell megoldani a kollégáknak. Itt leginkább arra próbáltunk fókuszálni, hogy
ne csak globálisan gondolkodjunk a környezetvédelemről, hanem mint személy, mint otthon mi az, amit mi meg tudunk tenni annak érdekében, hogy energiát takarítsunk meg, óvjuk egy picit a környezetünket, akár vizet takarítsunk meg. Tehát olyan típusú a kérdés, hogy milyen fűtés, milyen energiatakarékos dolgokat tudunk mi otthon használni, annak érdekében, hogy gyakorlatilag segítsünk abban, hogy megóvjuk a bolygónkat. Ennek az állomásnak a fő célja az újraélesztés bemutatása. Cégünknél elsődleges szempont, hogy minden dolgozó felkészült legyen egy esetleges és váratlan segítségnyújtásra. Kisteleki telephelyünk rendelkezik 2 darab defibrillátorral, valamint az első segélynyújtásra kioktatott kollégákkal. Majd a délután folyamán a családi nappal zárták a rendezvényt. A mai rendezvényen igyekeztünk változatos programokat hozni a kollégáknak és a családtagjaiknak. Van ugrálóvár, arcfestés, bűvészbemutató, különböző kézműves feladatok, illetve hát van egy kis vonatunk is, amellyel bejárjuk a gyárat, megmutatva a családtagoknak a munkakörnyezetet, hol dolgozunk mi. Azt gondolom, hogy mindenkinek lesz program, mindenkinek van olyan, ami a kedvére való, úgyhogy reméljük, hogy jól fog telni a nap. Azért gondoljuk, hogy ez a családi nap ez egy jó rendezvény, mert ilyenkor lehetősége van a családtagoknak körbenézni, megnézni, hogy a szülők, apák vagy anyák hogy dolgoznak, milyen körülmények mellett, és ez egy ilyen kapcsolatépítő lehetőség. Itt a kistelki családi napon nem csak kistelkiek vannak, hanem sokan jöttek Budapestről, illetve a balassagyarmati gyárunkból, és ennek az a jelentősége, hogy gyakorlatilag összehozza a közösséget, csapatépítő szerepe van, és hogyha hétköznapokban, esetleg bármikor munkában egymásra kell szorítkoznunk, akkor ez sokkal könnyebben megy ilyenkor. Egyrészt nagyon jó azért, mert csapatépítő, a másik az, hogy meg tudunk ismerkedni kollégák családjával, gyerekeit láthatjuk, hogy cseperednek, hogy nőnek föl évről évre nagyobbak, ki mennyit fejlődött, akkor ugye játékba szintén összehoz bennünket, családokat összehoz, utána még tudunk találkozni esetleg utána olyanokkal, akikkel eddig nem jöttünk össze. Nekem a családom az élvezi, most nagyon jó, hogy ez bent a gyár egész területén lesz, nem külön kinn a focipályán, vagy külön kinn a vásártéren. Éppen várjuk is a kisvonatot, hogy mikor fog indulni, mert a kisfiam nagyon kíváncsi arra, hogy ugyan milyen helyen dolgozok, vagy melyik géppel dolgozok. Hogy ez egy tök jó lehetőség most ebben a családi napban például, hogy ezzel is találkozhatnak. Ez egy úgymond nyílt nap, tehát ide nem igazán jöhet be dolgozón kívül senki, mert ugye veszélyes üzem, tehát így meg most, hogy állnak a gépek, állítólag egy menni fog, de állnak a gépek, és akkor nincs is hangzavar, nincsen veszélyes dolog, targonca közlekedés, nincsenek nagy dobok útba, és akkor meg tudjuk mutatni a családnak, hogy mégis mi az, amivel itt bent foglalkozunk.